nyílik a rózsafa, nyílik a világon. Nyáresti vigadalom, nótaest, István a király és meg annyi városi rendezvény, ahol sokszor találkozhatott Kis Attila Andorral a ceglédi közönség, és ahol mindenkit elbűvölt csodálatos hangjával. Attila a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának tanulója. Az elmúlt hetekben szerzett díjait ma nekünk is megmutatta. Az aranytorkó énekes megnyerte a Belgrádban rendezett nemzetközi operaversenyt, majd a legnagyobb hagyománnyal rendelkező Simándi József énekversenyen Hazám Hazám díjat kapott, de neki ítélték oda a Dankó Rádió külön díját és a legígéretesebb tenor elismerést is. És ez még mindig nem elég, egy szlovákiai énekversenyen is felállhatott a dobogóra, ott harmadik lett. Attila nagyon örül a sikereknek, ami mögött természetesen rengeteg munka van. Nagyon-nagyon sok hónap előzte ezt a három versenyt meg, és ezúton is szeretném megköszönni professzor dr. Temesi Mária énekmesteremnek a felkészítést, és hát sikerült a legjobbat nyújtanom. Attila a versenyek után ma érkezett haza Ceglédre. Mint mondta, nagyon várta már, hogy itthon lehessen, imádja a várost, és nagyon sokat jelent a szívének, hogy érzi a ceglédiek szeretetét. Azt érzem, hogy Cegléd is nagyon-nagyon büszke rám, és nagyon sok ceglédítől kapok visszajelzést, gratulációt, és mindenféle jó kívánságot a további munkásságomra. Mindig szokott kommentet írni például a volt igazgatóm, Andó László igazgató úr, és én pedig nagyon hálásan köszönöm mindenkinek, hogy támogatnak. A nyár csak néhány napja szól majd a pihenésről, mondja Attila, hiszen sok fellépés vár rá, aminek nagyon örül, hiszen újra találkozhat a közönséggel. Jövő héten lesz Szolnokon a MÁV nap, aztán utána 17-én lesz Újszászon, 24-én lesz az ipartestületnél és a Nemzeti Vágtán, 30-án megyek egy retróbulira, az is Csemőbe lesz, aztán utána a legnagyobb, ami most vár rám, augusztus 13-án, 14-én a Fertődi Kastélyba fogok föllépni. Attila mesélt a járvány alatti időszakról, ami online fellépéssel és Táncos Tiborral való közös stúdiómunkával tarkított volt. A fiatal énekművész álma, hogy a Magyar Állami Operaház tagja legyen.